Az első világháború kitörésének 100. évfordulóján Szada község a világégés hőseire emlékezett. A faluház előtti téren rendezett megemlékezés magyar katonai indulókkal kezdődött, amelyet a dányi ifjúsági fúvószenekar prezentált. Ezt követően a község polgármestere Vécsei László tartott beszédet, melyben külön kiemelte a háború szörnyű és visszafordíthatatlan emberi, erkölcsi veszteségeit. Magyarország az első világháborúban súlyos veszteségeket szenvedett el. Csak néhány fő dolgot ebből hadd idézzünk meg. A háború teljes költsége az utolsó 1914 éves békeév költségvetési főösszegének a 8-szorosára rúgott. A háborút lezáró gyalázatosan igazságtalan trianoni békekötés vagy kényszerbéke következtében az ezer éves Szent Istváni Magyarországtól elcsatolták területének 2/3, lakosságának felét. Az elcsatolt területeken egyébként a magyar nemzetiségű lakosságnak mintegy 1/3 rekedt. A vasúti hálózatunk teljesen használhatatlanná vált. Az új határok elvágtak bennünket hagyományos nyersanyagforrásainktól és a tengertől. Persze mindezen veszteségek mellett nem szabad elfeledkeznünk arról, és ezért vagyunk ma együtt, ismét együtt, hogy a legsúlyosabb és legfájóbb veszteséget természetesen emberéletekben szenvedtük el. Az osztrák-magyar hadseregben közel 4 millió katonánk harcolt, közülük 600 ezeren estek el a harcokban, 1,5 millióan pedig megsebesültek, vagy hadifogságba estek. Különösen fájó és különösen átérezendő ez a veszteség, ha tekintetbe vesszük, hogy akik ott maradtak, az ország színe virága. Fiatal fiúk, fiútestvérek, apák, férjek. Az ő áldozatukra emlékezünk, eredendően minden év május utolsó vasárnapján, ezen a bizonyos Hősök napján, amit 1917-ben törvénybe iktatott a Magyarország gyűlés. Persze a történelem ment tovább, hogy 1945 és 1990 között a szégyenteljes felejtés, felettetés volt a sorsa ennek az ünnepnek, de aztán 1990 táján a magyarok közössége, a mi közösségünk is, mintegy kikövetelte ennek az ünnepnek az ismételt bevezetését. A Szadai Népi Együttes háborús múltat megidéző zenés, táncos produkciója, a csatába induló férfiak és az ő anyáik, asszonyaik drámai kapcsolatát szimbolizálta. Itt van, most megjöttek!
golyó lőtte meg a szívemet. Eltemettek az emberi gyöngy virágon, megsinadtak enged a leányon. Eltemettek az emberi gyöngy virágon, megsinadtak enged a leányon. A megemlékezést jelenlétével megtisztelte dr. Martonyi János külügyminiszter, aki ünnepi beszédében, a múlt borzalmain túlmutatva, az első világháború konzekvenciáira hívta fel a figyelmet. Volt egy fiatal francia szociológus, aki azt mondta, hogy az első világháború voltaképpen nem más, mint az európai népeknek egy kollektív öngyilkossági kísérlete. Részleges sikerrel. Kimutatta, hogy az azt megelőző években, évtizedekben minden nagyobb európai országban növekedett az egyéni öngyilkosságoknak a száma. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a népek kollektíven akartak meghalni. Hát nem tudom, nem is hiszem, mert az a sok százezer, az a sok millió magyar, és nem magyar fiatal, akit besoroztak, és elvitték katonának, elkerült a déli szerbiai, orosz, olasz frontra, és ott százezer számra meghalt. Ők nem akartak öngyilkosok lenni. Ők élni akartak. Ők házasodni akartak. Ők gyerekeket akartak. Ők énekelni akartak. Ők dolgozni akartak. Ők magyarok akartak lenni. Nos, akkor mégis mi a tanulság? Talán meg kellene szabadulni ennek a bizonyos abszolút területiségnek a koncepciójától. Mert ebben sok minden benne van, és arról még akkor nem is beszéltem, hogy az első világháborúnak volt egy nagyon-nagyon tragikus következménye, mert ha nincs első világháború, kedves barátaim, akkor nincs bolsevizmus. Akkor sem Oroszországban, sem Kelet-Európában, sem Közép-Európában nincsen kommunizmus. És hogyha nincs első világháború, akkor nincs nácizmus. Akkor nincs a 20. századnak talán a legborzalmasabb rendszere. Akkor nincs sok millió áldozat. Tehát újra kell gondolnunk ezt a rövid és rettenetes 20. századot, és meg kell értenünk azt, hogy a 21. nem lehet. Nem lehet ilyen. Nem lehet még egyszer európai testvérháború, polgárháború, kollektív öngyilkosság, imperialista háború, akárhogy is nevezzük. Ez nem lehet többet. A településen már hagyománynak számít a név szerinti tiszteletadás a szadai háborús hősöknek. A nevek felolvasása előtt András Hunor énekelt. Mikor megyek Galícia felé, még a fák is sírnak. Rezgő nyárfa hullatja levelét, az is engem sírat. Siras, siras, rezgő nyárfa, boruljál a babám vállára. Súg meg néki bele a fülébe, fáj, fáj, fáj a szívem, érted babám? Fáj, fáj, fáj a szívem, érted? Édes anyám, legszebb rózsafája, én vagyok az ága. Én vagyok az első Ferenc József vitéz katonája. 120 éles nyomja a vállam, szívemet a fekete bánat. Itt kell hagynom a jó édes anyám, fáj, fáj, fáj a szívem, érted anyám? Fáj, fáj, fáj a szívem, érted? Bajkai Sándor, Beke István, Benyoviszki István, Biszaga András János, Csombor István, Dobi Sándor, Gál János,
Gazsó József. Gombai István, Gróf István, Hajós Iván, Illés András, Illés István, Illés István, Illés Sámuel, Illés Sándor, Jene István. Annus Réka megható siratója alatt az emlékező gyerekek virágokat helyeztek el a Hősök könyvére. Mikor a szóroson lemész, mikor a szóroson lemész, arra kérlek vissza ne. Arra kérlek, vissza ne néz, hogy szívednek ne legyen nehéz, szívednek ne legyen nehéz, hogy idegenek között. Az ökumenikus igehirdetés során a katolikus egyházat Kovács György diakónus, a református gyülekezetet Szabó Éva lelkész, míg a baptista közösséget Baranyi László lelkész képviselte. Ezek után a katonai hagyományőrzők díszőrsége mellett a koszorúk és a virágok elhelyezése következett a hősi emlékműnél. Szada község intézményei nevében Grefné Kállai Tündét, a Székely Bertalan általános iskola igazgatóját, Pollákné Tóth Judit és Pénzesné Darvasi Judit tanítónőket és a negyedik osztályos tanulókat. Szadai Nyugdíjas Klub nevében Tótné Eszes Katalint és Vég Sándornét kérem koszorúzásra. A tiszteletadás a trianoni megemlékezéssel folytatódott, amely a Székely Bertalan út melletti téren elhelyezett emlékműnél zajlott. Itt Buzogány Márta színművésznő és társai adták elő műsorukat. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. A település első embere ünnepi beszédében június 4-éről a Nemzeti Összetartozás napjának jelentőségéről beszélt. Én az országgyűlési munkámban, a képviselői munkám során sok olyan
törvény megalkotásában, meghozatalában vettem részt, amelyekről úgy gondoltam, és úgy gondolom máig, hogy nagyon fontosak és a jövőnket meghatározó erejű törvények. Az egyik olyan törvény, amire valószínűleg, amíg élek, a legbüszkébb leszek, ez a 2010. évi 45-ös törvény, amely június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Legszívesebben felolvasnám ennek a törvénynek a szövegét, nem olyan hosszú, egyetlen szót, egyetlen betűt nem lehet elvenni és nem lehet hozzátenni, anélkül, hogy ne sérülne. Nagyon tanulságos és nagyon szép szöveg. És miről is szól? Hát ha valamit sebbnek nevezünk, akkor ahányszor kimondjuk, az mindig fájni fog, és az mindig vérezni fog. Ha élni akarunk, már pedig Magyarország és a magyarság élni akar, akkor nagyon nehéz együtt élni olyan nevű dologgal, ami folyamatosan csak a fájdalomról, csak a vérzésről, csak a veszteségről szól, és nem mond semmit a gyógyulásról, nem mond semmit a jövőről. Ebben látom nagy jelentőségét ennek a törvénynek, ami nem önmagában áll. Azt gondolom, hogy az elmúlt közel egy évszázad kínja, közel egy évszázad tapasztalata, közel egy évszázad óhaja hozta felszínre, alkottatta meg a törvényhozással, mert élni akar a nemzet. Az ünnepség záróakkordjaként az úgynevezett helységköveket avatták fel az Örökség című köztéri szobornál, amely a Ferenczi Noémi díjas Kunéva kerámia alkotása. A vésett kövek a nemzeti összetartozás jelképeként szolgálnak, melyek Vécsei László és a képviselőtestület felajánlásából születtek.